Köszönöm szépen, elnök úr, egy kicsit meglepődtem, azt hittem, hogy nagyobb társaságban vagyunk. Presente il primo ministro ungherese Orbán. Miniszterelnök úr, magyar miniszterelnök úr megérkezett. Azt hiszem, hogy újból kell kezdenem, mert nem hiszem, hogy jól kezdődik így a vita. Colleagues, let me start. Kedves kollégák, még egyszer kezdeném. Üdvözlöm Orbán Viktor miniszterelnök urat. Egy kicsit elkésett, így nem tudok kezet rázni vele, ahogy terveztem. Gyakran Európai Uniós forrásokból táplálkoznak ezek a szervek, amelyek ellehetetlenítik a civil társadalom életét. Az európai adófizetők pénzéről van szó. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. A demokratikus miniszterelnök korlátlanul síkra száll az alapjogok mellett, a nők jogai mellett is. Ez az igazi erősség, Orbán úr. És ez biztosan nem a macsó erő, hanem ez egy belső erő, amely a nőket egyenrangú partnerként kezeli az életben, a munkában és a család életben. A nők jogai nem képezhetik alkutárgyát Európában. Az EU jogszabályok előírják, hogy a tagállamok biztosítsák a tranzitzónákban tartózkodó személyek alapvető szükségleteit. Ez azt is jelenti, hogy élelemmel kell őket ellátni. Ez, hogy úgy mondjam, a keresztény módja is annak, hogy eljárjon az ember. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Tisztelt elnök úr! Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. Legyünk őszinték, kényelmetlen az igazság, de az, hogy ilyen körülmények között lehetetlen lesz ma Orbán úr, hogy lehetetlen lenne Orbán úr, hogy ma Európához, az Európai Unióhoz csatlakozzon Magyarország. Ez az igazság, Orbán úr. Lehet, hogy különböző véleményen vagyunk például a migrációs kérdésben, de egy dolgot le kell szögezni. Hogyha általánosságban kijelentjük, hogy félni kell a muzulmánoktól, hogyha általánosságban támadunk egy vallást, akkor a dzsihadisták útjára lépünk, és megosztjuk az országainkat. Ön nem Magyarország, hanem Magyarországon a kormány képviselője, egy politikai párt vezetője. Magyarország sokkal több, mint ön. You want to stay a member of this European... Ön azt mondja, hogy az Európai Unió tagja kíván maradni. Ma nem az országát sértették meg, hanem önt. Kérem, csatlakozzon a Brexit klubjához. Nagyon jól fogja velünk érezni magát. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, és tisztelt Verzsia asszony, az imént hallottuk az ön felszólalását, amelyben említette, hogy kit tapsol meg. Ön egy kommunista. Az ön elvtársai tették tönkre az én hazámat. Van önnek bőr a képén, hogy bennünket demokráciából és jogállamiságból oktasson ki? Ami az antiszemitizmust illeti, szeretném világossá tenni, hogy Közép-Európában az csökken, Nyugat-Európában pedig nő. Sőt, a modern antiszemitizmus központja Brüsszelben van, mert onnan támogatják az Izrael ellenes szervezeteket. Kérem, ennek szenteljenek a jövőben figyelmet, és nem mi voltunk, hanem önök, akik megkoszorúzták Marxnak, aki a modern piacellenes antiszemitizmus atya a szobrát. Én nem vagyok nagy híve az Európai Uniónak, de azt kell mondanom, hogy öntől majdnem, hogy undorodom.